A jószolgálati díjat a 7 legnagyobb magyar segélyszervezet alapította. Minden évben több száz javaslatból választják ki azokat a kezdeményezéseket, amelyeket hivatásos szociális munkások, önkéntesek, szervezetek vagy civil közösségek hoznak létre a rászorulók segítésére. Egy óriási társadalomérzékenyítő kampány, egy kifejezetten ökumenikus jellegű és az egész országot Hencidától Boncidáig felölelő kampány, amiben ezeken a példaértékű történeteken keresztül vagy ezekkel a történetekkel szeretnénk mindenféle inspirációt adni az embereknek ahhoz, hogy igazából arra lássanak példákat, hogy nagyon kis dolgok is elegek nagyon sokszor. A szakmai zsűri különdíját kapta meg az Amigos a Gyermekekért Alapítvány, amelynek tagjai Budapesten és Szegeden segítenek a kórházi osztályokon fekvő gyerekeknek. Nyelvet tanítanak, játszanak és jó társaságot biztosítanak a kisbetegeknek. Az idén újabb 2 városban kezdenek dolgozni, és tovább is szeretnének terjeszkedni. Szeretnénk, hogyha 2021-ig az összes onkológiai központban ott lehetnénk a gyerekek mellett, utána Magyarországon minden gyermekosztályon látnének amígok, és hogy ennek nincsen földrajzi határai, úgyhogy szeretnénk, hogyha ez egy világszintű szervezetté tudna növekedni, amihez még rengeteg munka áll előttünk, de azt gondolom, hogy amígokra mindenhol szükség van. A vándorkiállítást a város nevében Széchenyi Rózsa, a Szociális Bizottság tagja köszöntötte. A képviselő elmondta, Szeged szociálisan érzékeny város, az önkormányzat évente 600 millió forintot költ szociális támogatásokra, és a lakhatási gondokra is sikerült megoldási lehetőséget találni. Egyedülállóan 3 éve egy szociális bérlakásprogramot hirdetett a város, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt 600 darab felújított lakást kaptak a rászorulók, és mindezt a piaci ártöredékért veszik bérbe, így nagyon sok család lakhatási problémája oldódott meg. A Klauzál téri kiállítást február 10-ig láthatják a szegediek, a 2019-es év jószolgálati díjasaira pedig január 2. felében lehet majd szavazni a jószolgálatdíj.hu oldalon.